Nagyon nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Egy kicsit fifázunk így az El Clasico előtt. Megnézzük, fel tudunk-e jutni az első ligába. És esetleg még ott is megpróbálunk valamit, ha sikeresek leszünk. Több csapatot is kipróbálunk. Elsősorban a Reállal fogunk kezdeni. Aztán majd éppen mi lesz a következő csapat, azt majd úgyis a helyzet hozza. Úgyhogy már is ellenfelet keresünk. Hello, Misi. Hát próbálkozz meg, hát ha viszi nálad is. Na, már találtunk is ellenfelet. Iszkó, francia válogatott az első ellenfél. És már szövegethetjük is a támadásunkat, de ennél pontosabb labdákra lesz szükség. Dembélét futtatja, aki nagyon gyors, de sikerült megállítani. És egy nagy bravúr, Courtois. És elindulhat a bal oldalon Vinícius. Jó beadás kéne. Bél várja. De hova fejjel? Igen, elvileg neki be van kapcsolva a voice chat. Nálam most nincs bekapcsolva, ezért nem hallom őt. De nálam is be lehetne kapcsolni, ha akarnám. Nem vette be a cselt, szépen védekezett. Viszont ott meglódult egy fiatal ember. De hosszú volt neki a labda, sajnos. Majdnem sikerült elcsípnünk ezt a keresztlabdát. Eddig abszolút kiegyenlített a meccs. Ott nagyon eljött, ott szerintem beleléptünk, és ezért szöglet lesz, ha minden igaz. Igen. A francia válogatott eléggé el lett túlozva, mivel világbajnokok lettek ugye a közelmúltban. Marcelo nagyon szépen belelép a beadásba, és már viheti is. És Marcelo mehet tovább a kontrával, reméljük nem borlesen. Úgy tűnik, hogy nem. Viszont a beívelésre nem jöttek társak. És így viszont lesz. Bél sajnos így lesen volt, hogy a Marcelóval el tudtuk venni a labdát. Basszus, hogy csak elakadt a Bél lábába és nem tudta átvenni. Kár érte. Most el tudtuk venni. Elég könnyelmű az ellenfél így a meccs elején. Hosszú oldal üres. Vinícius. Hát nem volt erő a fejesbe sajnos. Már indít is Loris. Labda nálunk, Isco. Vissza. Vélódul meg. Viszont igen, nagyon jó a passz középre. Isco lőhet gól. Egy ide. Egy kis szerencsével ugyan, de Isco betalál. Idegenben vezetünk. Bár itt nincs értelme, hogy idegenben vagy otthon. Gólszerző Isco. Ezúttal a francia válogatott a könnyelműségre ráfázott ennél a támadásnál szöglet. Iszkó hátra is tudott térni még időben. Megpróbáljuk megakadályozni a rövid sarkot. Ez egyelőre sikerült. Matuidi. Nagyon kellett ez a szerelés. És már lehet is. Az egy szabálytalanság, kifele jár a szabadrúgás. Le már elkésett és sárga kártyával jutalmazza őt.
A pirosba öltözött játékvezető. Carvajal tartja a labdát. Hú, de messze pattant. Nem szabad, hogy ilyen messze pattanjon egy átvételnél. Sidibe. Világhírű. Bent tartja a labdát, nekem pont ez tökéletes. És Isco már küldi is Bélt, aki Lucas Vázquez küldené. De ez így még jó is lehet. Vinicius. Varane erősebb és gyorsabb, úgy tűnik. Erősebbnek biztos erősebb, de valószínűleg még gyorsabb is. Marcelóban elakad ismét az indítás. És Lucas Vázquez kéri nagyon. Jön a beadás, Bélő, új, de gyönyörű gól. Bél gyengébbik lábával megkínálja, és bepattan a pipába. Nagyszerű, nagyszerű, 2-0. Illetve 0-2. Előbb-utóbb muszáj lesz kitámadnia jobban a francia válogatottnak, ez pedig lehetőséget adhat nekünk a kontrázásra. De ehhez jó védekezés kellene. Bél, nagyszerűen szerel. És még, ú, ez viszont egy rettenetes pontatlan labda. Védekezés viszont soha nem volt a Real Madrid erőssége, ahogy látjuk most is, de Courtois áll most a helyzet magaslatán. Carvajalék nagyon higgadtan Kroosszal kihozzák, viszont Lucas Vázquez megelőzik. Barcelona kéne segíteni, jött is Pogba. Nagyon nagy szerelés, Sergio Ramos elegánsan megoldja Marcelo felé. És szép passzolgatással jöhetünk előre. És egy Bale nevű fiatalember szeretne meglódulni Varane mellett. Bale, a lövését felejtsük el. Az egy rettenetes látvány volt most. Pedig a jobbik lábán volt a labda, gyengébbik lábával előbb betalált. A jobbik lábával viszont csúnyán elrontotta. Egymás is akadályozzák a csapattársak. Lássa Ráncs. Bale már is teszi tovább. És Lucas Vázquez szeretne elmenni, de hopp, Kimpembétől leszakadt, Vinicius Junior érkezik, és szétforgácsolja a kapufát. Kis gól is elég lett volna, de kapásból csak ennyire tellett. Griezmannnal jönne előre, Mbappé rettenetes gyors, még időben oda kell lépni, ezt Ramos meg is teszi. És már dobja is a szélre, hogy aztán Isco elinduljon. A másik oldal teljesen üres. Kicsit késő jön a labda, de még megvolt. Viszont labdavesztés lett, de Carvajal visszaszerzi. Nagyon szép. Kroosszal a kényszerítő. A lest kijátsszuk, hogy ne legyen. Bale kaphatja vissza. Vinicius Juniorhoz eljut. A labda a csele viszont nem jön be. Védelem szépen szere. Viszont Kroos jól számítja ki a labda útját. És a fél idő nem maradhat el most sem. Elképesztő izgalmak végén, fél idő. Egyelőre jól áll a széna, védekezésre továbbra is figyelni kéne, és egy plusz gól még megnyugtatóbbá tehetné az előnyt. Meglátjuk, mi lesz. Szép ez a párizsi stadion, ettől független a Parc des Princes. Gerard Bale próbálta Viniciust megjátszani, de nem sikerült. Szerintem ebbe beleértünk, és így a... Nem. Jöttünk dobással. Ú, nagyon higgadtan hozta ki Varannal. Szép volt. Carvajal nagyon jól lépett oda. És kontrázhatunk Vinicius. Varant ültetné be a hintába, nem sikerült, és pánikba esve a védő szinte saját kapuja felé tisztáz. Szöglet. Bale szerel, de sajnos nem. Úgyhogy nálunk maradjon a labda. Itt viszont már hátraért a csapat jó része. Gyönyörű kényszerítővel jövünk előre. Vinicius meglátja Lucas Vázquez-t, aki lesz gyanús szituációban lő gól. Nem volt les, a gólt megadják. Zseniális. Ellenfelünk szünetet kér. Ez több mindent jelenthet egyszerre. Meglátjuk. Lucas Vázquez kapásból gyönyörűen kipókhálózta a felső sarkot. És elköszönünk az ellenfelünktől.
A feljutás már sikerült, utolsó meccs a második liga bajnoki címéről fog dönteni. Az első divízióba sikerült a feljutás, az már tény. Divízió 2-ben viszont a bajnoki címet megszerezhetjük, viszont ehhez győzelem szükséges, a döntetlen és a vereség kevés ehhez. Újra ellenfelet keresünk, egyelőre a Reállal maradunk. Megpróbáljuk a bajnoki címet is megszerezni, aztán meglátjuk ezt, hogy sikerül. Carvajal nem éppen a nagy lövő erejéről és lövő technikájáról híres, de kellemesen csalódok itt az arénában tapasztaltak alapján. De azért nem ő fog kerülni az első sorba a kaput veszélyeztetni, az biztos. A Barcelona az ellenfél, amely ma délután is az ellenfél lesz. Ugyanígy, ahogy most a Nou Campban. Vinícius Junior indul. Ő nem tudom, hogy mikor fog szerepet kapni például a Realnak az első csapatába. Szerintem egy próbát megérne már játszatni a fiatalembert. Nagyon nagy tehetségnek tartják, és az utánpótlás csapatban szép gólokat és fontos gólokat szerez. És Marcelo kapja, Marcelo lő! Túlságosan okosan szeretett volna a gyengébbik lábával, de nem sikerült. Sajnálom is, azért kösz. Na most van baj, mert kinyílt a védelmünk, és Dembélé rettenetesen gyors. Bepaszra még számítok. Szerencsére megakadályoztuk. Viszont a mi támadásunk nem feltétlen a sebességéről híres most ez esetben. Szép háromszögelés, azonban közbe tudunk lépni. Marcelót várjuk nagyon, meg is érkezett lassan. Nagyon kemény a szerelés ott. Ő Messi nagyon meglódult, beljebb hozza. Coutinho hátrafele játssza, és így Bélé lesz. Viszont mi is könnyelműen eladjuk a labdát, de Bél visszaszerzi. És Bél kap egy labdát Lucas Vázquez-től. Bél megpróbálja befele hozni. Mázlival sikerült, bent várja Vinícius, de az utolsó védő szerelni tudott szöglet. Jó helyről jár a bedobás ismét. Csak most dobjuk ki a szélre, Lucas Vázquez még pont elérte, féltem, hogy nem fogja elérni. Isco feljátékára viszont annyira nem. Na Carvajal, mit gyakoroltál az arénába? Ez rettenetes kevés. De egy szögletre elég lesz. Úgy látom a Barcelonánál Arturt most már játszatják többet, ő is egy ügyes fiatalember. A jól tudom, Brazíliából igazolta a Barcelona. Modric lőhet, Ter Stegen véd nagyot. Bale próbálja megzavarni a Barcelona védelmét sikeresen. Vinícius, Bélnek vissza. Nem tudom, ki van bent, aki esetleg fejelhetne. Sajnos nem sikerült. Bél visszaszerzi, ez nagyon kellett. Ne tudja kellemesen kihozni a labdát a Barcelona, ez nagyon fontos. Lucas Vázquez dobja oldalra, Carvajal, Lucas Vázquez vissza. Kicsit járassuk. Keressük a rést a pajzson. Bél kapja, és pontosan nagyon szépen bökött oda a védő, és ismét a helyezkedése Umtitinek kiváló volt. Vinícius, Bale, hát nem a legjobban kapja. Isco, vállaljuk el, de ne Viníciusba lőjük bele szerintem legközelebb. Szemédót játsza meg Ter Stegen, és Piqué lábán már a labda. Ez nagyon szép játék, sajnos nagyon kinyíltunk, messzi lőhet Courtois. Nagyon nagy lövést hárít most belga kapus. Dembélé. Isco szerel emberrel együtt, de visszakerül a Barcelonához a labda. Messzi lő, Courtois. Hihetetlen kicsavarodott helyzetből is képes a gólra Messi.
Iha, iha, nagyon bejött, Courtois még időbe bele tudott kapni. Ezek most forró pillanatok. Ismét a kis szögletet szeretné. Isco azonban szerel és rutinosan rárugja ellenfélre a labdát, kirugás. Courtois nem vállal kockázatot, eltávolítja a labdát innen. Viszont ez éppen a Barcelona támadását készíti elő. Szép, és valahogy visszakerült Coutinho elé, de Courtois végül rá tudott feküdni a játékszerre. Le is helyez magának a földre. Majd pontosan Coutinho-nak adja oda, ki szerencsére nem lőtte rá egyből. Ő Dembélének nagyon nagy helyzet, és gól. Szépen kijátszott akció végén vezet a Barca. A gólöröm nem maradhat el. Támadásban jó lenne egy kicsit pontosabbnak lennünk. Sajnos már nem jutott vissza. A Barcának ez a passzjátéka, ez most egészen működőképes. Ez kellett, ez a belépés Varántól, ha minden igaz. Lucas Vázquez, ha már beleviszi a Jordi Alba, akkor vegyük már el. Ez az Modric, Kroos, Bale. Isco és Marcelo, vállaljuk el! Testégen. Testégen is nagyon jó kapussá nőtte ki magát. Vinícius, micsoda gyönyörű gól, Vinícius Junior. A feljátékára eddig még nem volt példa, és kér bocsánatot a tetteidért. Vinícius Junior. A fiatal fiú gólra váltja ezt a beadást. Gyönyörű, gyönyörű. Testége nyújtózkodhatott, de nem volt esélye. Újra nyílt a meccs. Védekezésre kicsit jobban oda kéne figyelnünk, mert jó, szerencsére elkapkodták ezt a befejezést. Bale le is veheti akár a kilgást. Vázquez, Bale, Vinícius. Kroos már teheti is Marcelnak, Marcel nagyon jól csatlakozik a támadásokhoz. Ezt a paszt nem értem, ez nem oda lett számva. Arthurt állítsuk meg, így van, Isco. Még megvan, így van, gyönyörű. Carvajal már is kidobja oldalra Modricnak, kicsit futtatva. Bale kapja a labdát, viszont középen elég gér a felhozatal. Kroos-hoz sajnos nem jutott el a legjobb formájában a labda. És a félidő most sem maradhat el. Nagyon-nagyon szoros a meccs, teljesen nyílt. Bármi lehet. Második fél időt mi kezdjük meg. Egy kicsit birtokoljuk és keressük meg a rést a pajzson. Bale lövésre vállalkozik, ami nem jutott el végül Ter Stegen kapujáig. Messit szeretnék kényszerítővel indítani. Sikerül lezárni a területet, és nem vállalva kockázatot, inkább Courtois felé játszunk, aki Marcelót hozza a játékba. És így kellemesen kihozhatjuk a labdát. Sajnos Bélhez nem jutott el ismét a játékszer. Ramos szerel gyönyörűen, labdát tisztán. Vinícius Marcelónak, vissza Viníciusnak. Hát ott elég sokan vannak sajnos egy területen.
Marcelo megpróbálta betekerni, nem sikerült ez teljesen résmentesen. És gyönyörűen eléri még a vonal előtt a Barcelona játékos a labdát, így nem lesz bedobás a dologból. Viszont ez a passzjátéka szépen megy lábról lábra, de már több helyen is belenyúltunk. Végre elvenni is sikerült. Szövögetjük, szövögetjük. Ott egy kicsit szabálytalanságot éreztem, de a bíró nem, és ez a lényeg. Ramos kitűnő helyezkedéssel állítja meg a támadást. Vinícius eladja, ez hiba. Így a jó. Bale elindulhat. Nincs les. Undorító becsúszás volt. Ez is undorító, és ez se talált lábat, nem tudom hogyan. Bármelyik lábat talál, piros lap. És keresztül ment a lába az én lábamon. Érdekes, érdekes. Ebbe sokkal több volt ebbe a helyzetbe, és ez megbosszulhatja magát. Varane nagyon kellett, hogy odalépjél. Isco nem tudom, miért jön vissza. A helyzetről Ramos nagyon jó, hogy belelépett. Nagyon kell. Kis szögletre készülnek, oda nem fog kimenni a Ramos. Viszont Varane ezt el kell takarítsa. Bélnek kéne. Hát ez undorító volt, és sárga lapot nálam simán megérne. Jordi Albának ütemtelen belépése, folytán meg is kapja a sárga kártyát. Ramos pedig észreveszi Marcelónak a hajviseletét. Könnyen beazonosítható. Modric. Így is jó, Carvajal. Carvajal egy csel után lapos beadással próbálkozik. Lucas Vázquez sajnos nem volt lövőhelyzet. Marcelo oda nyúlhatnál igazán, sikerült. Nagyon jó. Bale teszi be Viniciusnak. Vinicius tovább teszi Marcelónak. Marcelo most adja be Bale fejjel, Ter Stegen. Ter Stegen a levegő ura itt. Egyelőtt Toni Kroos vissza Iskónak. Marcelo. Kroos. Iszkó kapja, Piqué szerel, és még felszabadítanak időben, mielőtt szöglet lenne, így csak bedobás lesz. Iszkó, Vinícius, nagyon rossz helyre passzolt, szintén nem ez volt a szándék. Bale, Modric, így se rossz, bár nem ez volt szintén a terv. Lucas Vázquez már nem tudott időbe beleérni. Modric nagyszerűen szerel, és már dobja is oda Bale-nek a labdát. Bale adja be, Ter Stegen megelőzi, Isco leveszi, majd lő. Rettenetes gyenge lövés lett volna. Viszont így veszélyesebb volt, hogy megpattant. Malcolm. Számomra ismeretlen fiatal ember támad. Ramos helyezkedése ezúttal is kiváló. Modric kapja. Vinícius Junior indulna el, reméljük még vonal előtt még meg fog lenni ez a labda. Csak kivitte. Nem sikerült elkapni. Hopp, hopp, bizony, bizony, hiba csúszott a gépezetbe. Ott is. Aj, Modric, ha ezt hamarabb tovább tudott tenni, de jó lett volna. Ez az Carvajal. Bale kapja. Elég kevés a játszótárs, aki üresen van. Ő, ez nagyot kapott a Rakitic. Modric nagyot kapott Rakiticstól. Lucas Vázquez adja be, Kroosot nagyon szeretett volna valamit, és a Barcelona jön bedobással. Na, oda léphettünk volna Vidalnak igazán, nem baj, sikerült így visszaadni. Ez az, és hiába szerelünk, visszapattan, ez nem tetszik.
Várál, szerel, ismét. Na, csak el tudta bökni végül. Marcelo teljesen üresen kéri a másik oldalon. Vinícius kapja, illetve kapta volna, de nem volt pontos sajnos a labda. Belenyúltak. Ramos sikerült lelassítani a támadást és hibára késztetni az ellenfelet. Már ezek a hosszabbítás pillanatai. Nagyon jó lenne, ha Bale jönne tovább, de nem baj. Carvajallal meg kell próbáljuk. Carvajal és Bale érkezik. És gólt lő a 92. percben. Egy olyan gól, ami Mázinak egyáltalán nem volt híján. És ezzel végül sikerül behúzni a győzelmet és a bajnoki címet. Egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szoros meccsen végül sikerül győzedelmeskedni. És kipróbáljuk magunkat az első ligában. Egy meccs erejéig még a Real Madriddal. Mai napon is örülnék egy ilyen elklasszikus végeredménynek, ami az előbb született, akár hasonló forgatókönyvvel is. Ismét találtunk ellenfelet, és Bale bal külsős lövését tapasztalhatjuk meg, majd a bal belsőset is. Érdekes, hogy meccsen ez nem így működik, legalábbis a tapasztalat ezt mutatja, de ne akadjunk fenn a részleteken. Ismét egy Barcelona elleni meccs. Lucas Vázquez próbálja megtartani. Lekapcsolják a támadást. Nagyon szépen csinálják, és Suárez belövi az első Barcelona gólt. Igen, ez már egy másik liga. Ej, de Piqué, ez nem volt túl szép. Jó erő jár a szabadrugás. Jó lenne góra váltani. Piqué kap egy sárga lapot. Ez veszélyes lehet így az 5. perc végén. Na, lássuk Bélt. Bél próbálja meg, és Ter Stegen odaviszi nagyon okosan a rövid sarokra. Ilyet se láttam még, de szép. Vinícius lőhet, Ter Stegen. Ez veszélyesebb volt, mint a szabadrúgás valóban. Bale feje felé érkezett a beadás, de Arturo Vidal megakadályozta, hogy célba érjen a beadás. Ismét. Bale fejjel kapufáról jön ki. Itt viszont nem volt szerencsénk. Könnyen beúlhatott volna, Ramos szépen szerel. De a labdát már megszerezte a Barcelona. És Suárez elől sikerült elvenni. Ez a passz, mert nem volt túl sok ereje, de végül eljutott a címzethez nagy nehezen. Carvajalnál a labda, viszont belül nincsenek sokan, Vinícius pedig sajnos ehhez nem túl magas. Úgy is mondhatnánk, hogy alacsony. Messi nem tudom, hogy spawnolt át a labdával. A támadási összjáték az egészen jónak tűnik az ellenfélnek. A lövésbe viszont bele tudunk lépni, szöglet lesz. Kis szöglet. Coutinho. Szép kombináció végén, Courtois lábbal ment. Ismét a beadás, sikerült lekapcsolni. Isco hozza át az emberén, Bale. A másik oldal teljesen üres. Oj, nem oda akartam, talán les is lett volna.
Rakit is nem tudom, hogy tudtak elhozni. Ugyanúgy, hogy Dembélé. Ramos szerel és dobja Carvajalt egyből támadásba. Kroos pedig Lucas Vázquez a szélen. Jön a beadás. Piquet nem lehetett megelőzni. Gyönyörű szerelés. Ramos tisztán labdát talál. És Toni Kroos lőhet. Ter Stegen. Jön a beadás. Ismét megelőzik Bélt. Ezt Ter Stegen pedig fogja. És már dobja is ki Rakiticsnek. A szélen Dembélét indítják el. Varán lekapcsolja szépen ezt a előretörést. Hát ez lehet, hogy lesz. Igen. Sajnos igen. Szép íveléssel hozza Rakitic helyzetbe Dembélét. Marcelo eszén nem tudott túljárni. És Bale próbálja begyújtani a rakétákat. Sergi Roberto valahogy utoléri, de Bale szerel szerintem szabályosan, de a bíró szerint nem. Viszont Vinicius Junior lekapcsolja a támadást. Vinicius Junior már helyzetben, a kapus kint állt a kapujából, de lövésig már nem tudtunk eljutni. Nagyon érdekes, nagyon érdekes. Talán az első ellenfelem, aki a kapus mozgatást is használja ebbe a játékban. Lucas Vázquez! Hova lő, hova lő? A helyzetek megvannak, már csak be kéne lőni. Ismét szabálytalan voltam, rejtélyes okokból. Ó, szépen lép oda, Ramos is. Modric szerel. Viszont a passza nem jó. Szépen járatják. Kényszerítőn alapul minden. Szép a csiki-csuki. Előrébb még nem jutottak vele, csak most. Itt meg a szerelés. Viszont nem tudunk olyan nagyon gyorsan indulni sajnos. Arturo Vidal eléggé kellemetlen ellenfél. Vinicius Junior próbálta volna beadni. Igen, a dupla B-t azt nem nagyon szoktam használni. Ter Stegen valamit belekapott, de nem volt az az igazi megoldás. Vinicius. Bélhez próbáltuk volna eljuttatni, de nem sikerült, és ott volt egy hangyányi feltartás, amit szintén nem vett észre a játékvezető. Suárez próbálja Dembélét ütemből indítani, ami meg is történik, és a paszt viszont lekapcsoljuk. Vinicius indítja Bélt. Próbál Lucas Vázquez felé, de sajnos nem sikerült, az les is lett volna. Arturo Vidal pedig takarít, félidő így ér véget. 1-0-ás Barcelona vezetésnél. Pár helyzeteink megvoltak, de egyelőre nem sikerült az gólra váltani. Ez pedig pont elakad Rakiticsben. Isco szépen szerel. És Lucas Vázquez kapja vissza. Bent már Kroos. Ó, Vinicius, ha legelőzted volna Ter Stegent, ahogy ezt tervezted. Toni Kroos. Jön a beadás. Igen, sajnos amióta
Ugye Ronaldo elköltözött, azóta feljáték, Ramoson és Bélen kívül nem túl jelentős. Modric még bent tartja, Vinicius érkezik, pont Ter Stegen kezébe. És ebből jöhet a Barca kontrája. Elakad, de visszapattan. Suárezzel fordulna be. Coutinho baggal lő. Carvajal pedig takarít. Bale megunta. Hátraért. Viszont a passz nem jó. Modric szerel. És elindulhat Vinicius. Á, de jön Ter Stegen. Ki takarít, és még pontosan is takarít, ráadásul. Bale-nek nem sikerült visszajátszani. Iszkó lő, sajnos egy picit sok erőt rakott bele ebbe a lövésbe. Carvajal szerel. Vinicius. És Modric mellé. Pedig a helyzet megvan. Lucas Vázquez szerel, de sajnos nem sikerült úgy, ahogy terveztük. Sőt, ráadásul Coutinho mehet. Ez szép volt, de kihagyja. Ez viszont egy nagyon szép összjáték volt, amit művelt most Barcelona, de nem sikerült góllal befejeznie. Hál' Istennek. Marcelo mehet. Rakitic pont bele tudott lépni. Vinicius ismét. Lucas Vázquez. Hogyha ő lő maga alól, az nem gól, de hogyha Messi, akkor igen. Úgy tűnik, hogy nem a mozdulat számít, hanem a játékos képesség. Az úgy les lesz. Így van. Sikerült még időben lesre állítani, és még egy sárgát kap Marcelo, ki tudja miért. Ramos dobja be Marcelót támadásba. Sajnos a helyzetek megvannak, a befejezés az nagyon hibázik. És Rakitic ezeket mindig le tudja nézni. És hát a Vidal egy külön állatfaj. Direkt elakasztjuk. Jó, most szerencsére hozzánk pattant vissza. Lucas Vázquez. Bale. Nem jött össze a csel, sajnos Carvajal viszont elveszi. De miért ez a gyenge átvétel? Nagyon kicsiken múlik, hogy ne érjek oda a passzokra. És ez is hátulról belépett. Ez hol szabályos? Sajnos fel kell tolni a támadást. Marcelo szerel szépen.
És hiába előztem meg a Marcelóval, mégis ő tudja a labdát elvenni. De pontatlan már megint. Sajnos pontatlanok vagyunk az ilyen utolsó passzokban. Ő, és nagyon jön Dembélé. Szép a szerelés. Ezek már a hosszabbítás pillanatai. És nem sikerül egyelőre. És Vidal mindig odaér, és gólarájra menve egy dúra megnyeri a meccset a FC Barcelona. Sajnos a helyzet kihasználással voltak gondok. Egy kis az a szerencse, ami előbb megvolt, az most nem volt meg. Na, most pedig kipróbálunk egy másik csapatot. Ez pedig előbbi ellenfelünk a Paris Saint-Germain. Mehet is. Kérdés, hogy idén a Paris Saint-Germain nemzetközi szinten, konkrétan a Bajnokok Ligájában meddig tud elmenni, ugyanis a Bajnokok Ligája győzelem az egyértelmű cél a párizsi együttesnél is. A francia bajnokságot egy pár éve már szinte kisajátították maguknak, úgyhogy nem is nagyon lehet más cél egy ekkora anyagi háttérrel rendelkező klubnál, mint a legrangosabb európai kupa győzelem, ami a Bajnokok Ligája. A következő meccsen a Jordanes mezt fogjuk használni, Keri, megígérem, ha el nem felejtem, akkor az lesz. Egyelőre az alaphazai mezt öltöttük magunkra erre a meccsre. Az ellenfelünk pedig a francia válogatott. Rettenetes sokan használják a francia válogatottat. Na, megfosztjuk a labdától, majd ő is engem. Buffon. Az Rabiónak ez a passzjátéka nem a legerősebb. Eléggé beszorultunk már így az elején. Én odalépnék szívem szerint, csak nem. Nem sikerült, és ott az első gól francia válogatottnak, Sidibe. Ő rá nem számítottam. Pedig kellett volna a jelek szerint. Pont Buffonhoz ment, de olyan erős volt a fejes, hogy nem tudott vele mit kezdeni. Minden passzomba belelép. Cavani, legalább ezt megelőzted. Di Maria lő, és pont beleért Loris, pont annyira, hogy ne legyen gól a dologból. Szöglet. Cavani is emelkedik, sokkal ellentétben Di Maria volt a végső állomás, de nem tudta gólra váltani a lehetőséget. Mbappé. Nem sikerült a lövés. És elvált közben nekem a játékos. És nem tudtam be. És én voltam a szabálytalan természetesen, amikor még nálam volt a labda. Ez egyértelműen a miénk.
Na, nekem is fújt valamit. Mi történt? Neymar, nem volt rossz elképzelés. Sajnos nem ért célt. Rabiot ment Griezmannnal. És most már Di Maria hozhatja. Mbappé teszi tovább, fölborították, úgy egyébként megjegyzem, Neymar fejelt, sajnos nem túl nagy erővel. Ó, basszus, hogy nem érkezett senki sajnos erre a beadásra. Viszont most itt mi kezdeményezünk, Neymar. Laposan középre, Kimpembe. És még becsúszva el tudja rúgni. És belelép a védő, természetesen rosszul. Itt is valahogy átpattan, itt is valahogy átment. A lövés előtt is bele tudtam viszont lépni. Ki érti ezt? Kéne rá menni amúgy. És fel kéne ugrani amúgy, mert nem hiszem, hogy egy Kanté egy olyan ember, akit nem lehetne lefejelni. Még akkor is, hogyha Verratti volt rajta. Legalább felugrani azért illik. Érdekes. Nagyon érdekes, hogy ilyen egyszerűen el tudják választani a labdától az embereket. Nagyon nagy labda. Daniel, és sajnos nem ért oda. Thiago Silva szerel. Daniel és Rabiot. Cavani forgolódik. Próbálja tisztára játszani magát. Mbappé. A visszakapott passz sajnos nem volt pontos. Ebbe is beleléptünk, nem értem, hogy ez hogy lehet megint az övé. Mbappét futtatja, Dani Alves próbál vele lépést tartani. A második hullámra jönne a beadás, és a lövésbe bele tudunk lépni, de hát nagyon sok itt az érdekes dolog. Di Maria a helyén volt, és nem engedte át a lövést. Jön a beadás, ez Buffoné kell, hogy legyen. Aki már lövi is előre. És Matuidi kivitte. Pontosan oda szerettem volna ezt is. Rabiot legalább szerel. Csak eljuttatjuk Cavanihoz a labdát. Neymar dobja már Bernátnak. Ki vissza Neymarnak, Di Maria. Neymar szerintem ott visszahúzták. Bevárják a többi embert. Persze, add oda neki, ha nem lenne elég. Cserre számítok, Danielves. És Di Maria, ez labda volt mondjuk, ez tény. Griezmann lövése nem jó, és miénk lesz, mert a pumpa fején is megakad. Sajnos Mbappé már lesen van. Nem, agyorúgták Cavanit. Ezért most a passz. De nem, és Neymar pedig nem ment tovább, ahogy tökéletes lett volna az indítás. És így már persze, hogy Dembélé mehet, aki rettenetes gyors lett idén is. És Matuidi elől Buffon, aki ott még a saját csapattársait is fölborítja, és így lesz fél idő. Egy apró módosítást kipróbálunk fél időben, a formációban. Igen, tehát Kanté feljátékára aztán végképp nem készültem.
Kérdés, hogy miért nem nyomja le az ellenfelem a 3D animációt. Nagyszerű. Pedig még jól is van. Kipróbálunk egy ilyet. És Neymar lesz ott, és Cavani pedig itt. Nem. Neymar lesz itt, Cavani ott. Megpróbáljuk ezt a variációt, aztán meglátjuk, hogy van-e innen még visszaút. Szerencsével megpattanós lövés, de gól. Mbappé. Nem mondanám, hogy a formáció tette meg a hatását, de gól. Újra nyílt a meccs. Szép szerelés után. Az igen. A szerelés nem maradhat el. Verratti. Buffon nagyot véd, nem tudom miért nem engedett egy emberre s rámenni. Szép megerőzés. Rá kéne menni, mert a Kanté úgy lő, ahogy fejel, akkor gond van. Újra egy szöglet, Buffon véde. Jön befelé a szöglet. Gyönyörű játék, kirúgás. Ja. Megúsztuk, a másik oldal teljesen üres. Di Maria, az átvétel rettenetes, a lövés viszont jó. 2-2. Párizs felhozza 2-0-ás hátrányból. Di Maria. És ez se volt semmi. Azért van az, amikor belenyúlnék, mert itt is legalább háromszor el kellett volna, hogy vegyem a labdát, és ő állítja meg a játékot. Itt is legalább háromszor nálam maradhatott volna a labda. Nincs ezzel gond. Újra ki kell egyenlíteni. Idő még van, helyzetek megvannak. Meglátjuk, hogy alakul. Goal for the visitors. Number 13, Kanté. Maria, Cavani. Di Maria, Neymar. Varán szerel. És mi ez, hogy alig van itt hátul valaki? Thiago Silva szerel. Marquinhos, Thiago Silva. Dani Alves labda útja. Nem volt a legjobb passz. És ez? Semmi, 11-es semmi. Mbappé nem tudta lefutni most.
Thiago Silvát, viszont egy paszt azért megejtenék, mert ez szabálytalan volt. Aha. És nem tudok belépni. Griezmann fut. És éppen, hogy vissza tudja tenni a következő ütemben érkező Matuidinek. Ezzel betalálok. Ez nem Buffon meccse. És elvált megint az Mbappéről Cavanira, pont egy olyan helyzetben, ahol nem kellett volna. És persze. Ismét. Hogy pattam vissza? Megint. Ott megint. Ez is már három. A negyedikre sikerült. És természetesen ő mindig oda tud érni. És megint. Aha. Nincs nagyon mozgásám elől. Akinek adhattam volna, már lesre futott. Bernát szépen szerel. És neki egyből visszapattan, hihetetlen. Nem az első, nem második, nem harmadik eset. Nagyon cseles. És megint visszapattan elé. És ez még egy 11-esnek is meg fogja kapni, természetesen. És még lapot se kapok, mert annyira jelentéktelen volt, amit csináltam, mert konkrétan semmi nem is volt. Mindegy is, mert nem ezen fog múlni. És Buffon. Megvártuk, amíg totyogott. Itt is volt minden. Még se történt. De ne oda, hát nem hiszem el. Nem oda megy, ahova szeretném. Egy jó nagy talpalás. Elég. És még lesen is volt Mbappé, meg gondolom még feküdt. Nem, csak nem jött vissza szimplán lesről. Szerintem nem volt les. Itt ez a meccs úgy tűnik, hogy elmegy. Egyre inkább. Látom a csatárral próbál mozogni Griezmannnal vagy az Mbappéval. Talán idén nem volna rossz, hogyha elvégezni a szabadrúgást. És erre vártunk ennyit. És ki sem megy, hanem még indításnak is jó. Buffon ezt védi, majd beüti. Kapura sem ment volna, ha Buffon nem üti be, szerintem. Mindegy.
Ez a meccs így is úgy is már elment. Jó, lehet, hogy gól lett volna úgy is, de Buffon segítette be. Na, nézzünk is rögtön a következő meccs elejébe. Eddig az első ligában két vereséggel kezdtünk, ami nem túl jó. Ott ezt fel kell fejlődnünk, és a játéknak is. Megpróbáljuk ugyanebben a felállásban, amivel elkezdtük az előbb. Ismét ellenfélkeresés van terítéken. Két vereséggel kezdtünk, még 8 darab meccs van hátra. Az alatt legalább a bennmaradást el kéne érjük. Bernát. De szépen csavarodott ez a lövés. Buffon, remélem most azért nem fogod bevédeni a lövéseket, mint az előző meccsen. Ki az ellenfél? Juventus. Juventus magam is ki akartam próbálni majd. Ronaldo lő, Buffon. Buffon volt csapata ellen. Játszik most. Mbappé. Szépen játsza ki. Majd ott nem tudom, mi történt. Valamiért nem tudta beadni. Kérdés, hogy miért. Alexandro volt a tettes. Azért sok minden van a világon, de na. A védekezése eddig jó az ellenfélnek. Próbál mindenki. De ezt miért oda kellett fejelni? Próbál nyomást helyezni a kapunkra. Meg kéne előzni a Ronaldót. Szép volt Buffon. Rábióval valamiért nem engedte. A Thiago Silvával előbb még lehetett. Ez az. Végre Rábió. Szépen hozzuk ki. És ott megy egy Dani Alves nevű fiatalember, ki beadásra vállalkozik, ami nem pontos. Ez nagyon nagy labda. Douglas Costa, és természetesen belövi. Ott volt Buffon, ott volt a védőlába, de ezért nem érdekli. Ő lő, és nincs kérdés. Neymar is lőne, de ebbe belelépne. Di Maria hosszan kapja vissza. Cavani, meg ne próbáld előzni, az halálos. Cuadrado ezt el fogja érni, sőt egy kényszerítőt fog indítani. Nem tudom, hogy a Thiago Silva itt mit
Mi volt itt a terv? Chiellini pedig olyan könnyen választja Neymart a labdától, mintha a világ legegyszerűbb dolga volna. És Neymar valamiért nem túl technikás. Mbappé. Jön a beadás, jön a fejes gól! Cavani. Szépen érkezett. Befejezés nem maradhatott el. Ronaldóval keverget, és bal lábbal lő, ami elakad, jobb lábbal lő, az is elakad. De nem érjük el, és így szöglet lesz. Jön a fejes, ez Buffonnak csemege. Rábiót hozza a játékba, kipróbálja megtartani a labdát, sikerült. Mbappé, Di Maria, és nem jutott el Cavaniig, viszont egy szögletig igen. Jön a beívelés, Cavani felé, megelőzik azonban, Chiellini-ék bedobás. Rejtélyes módon ott marad. És Alexandro szintén nem egy lassú. Buffon megtalálta volt csapattársát a kontrában. Cavani indítja Mbappét. Középen senki egyelőre. Most jött Neymar, fejjel gól! Neymar magasra emelkedik, és sikerül bebólintani a Cancelo mellett, ha jól látom. Igen. Fordít a Paris Saint-Germain. Lenne fúj 11-esnek, mert nem volt az. Oké. Okay. És jöhet a kontra. Mbappé mehet. Az átvétel az valahogy nem az igazi. Viszont a befordulás igen. A bepass se lett volna rossz ötlet. Rabiottól pedig úgy elpattam, mintha falába lenne. Ronaldóval ütközünk. Ez taktikai megfontolásból kiváló. Az pedig les. Így van. Tökéletes. És sárga lapot kap Matuidi. Nem azért, mert lesen volt Dybala, hanem előtte elkövetett valami butaságot, amit a bíró megtorol. Cavani pont belefordult Matuidibe. Douglas Costa keverget, Rabiot az útját állja. Neymar jelentkezik itt a bal oldalon, Mbappé úgy tűnik, hogy lerázza az emberét, de túl mély a beadás. Sesnyi leszedi. És Verratti nagyon szépen lép bele. Neymar lövőhelyzetben. Blokkolják, tovább teszi. Verratti lövőhelyzetben. Ez viszont rettenetes, egy gyenge lövés volt. Viszont eladja a labdát a Juventus a saját 16-osánál. Nagyon nagy a kevergetés, hatalmas passz, és kapufa. Szerel Cavani szinte az ötösnél, de nem tudja megkaparintani a labdát. Nem tudott belebökni, hogy esetleg gólra váltsa. Viszont Marquinhos szépen lép közbe kétszer is, a másodikat már szabálytalannak ítéli a bíró, de előny szabály, és félidő. Még a félidő vége előtt sikerült fordítani. Nagy nyomásra lehet számítani a második félidőben. Meglátjuk, hogy ezt hogyan tudjuk kontrával ellensúlyozni. Az igen. Itt már az elején történik minden is. És igen. Ezt most nem tudom megmagyarázni, ezt a sok. Történést egyszerre. Próbáljuk most már megnyugtatni egy kicsit a játékot. Mbappé kap egy hosszú labdát, ő el fogja érni. És kaphatja vissza. Mbappé.
és megakadályozzák a 16-osba bejutását. Rábió jó helyezkedéssel megakadályozta a kontra teljesülését. Neymar kapja, aki még egyel tovább tolja Bernátnak. Bernát. Nagyon jó a bepassz. Aj, Neymar nem ért oda. Pedig ez szép lett volna. Quadrado passzol. És tényleg elfelejtettem. Na majd a következő meccse már nem felejtem el talán. És Bernát nagyon jó, hogy visszaért. Csere. Kedirát hozza le. És Emre Chant hozza be a helyére. Buffon. Buffon. Öcsém. Buffon. Öcsém. Ne előzzenek már meg. Sesnyi nem védi be. Jön a beadás, Sesnyit megelőzni se lehet. Pedig Sesnyi nincs olyan jó kapus. Ezt nem értem. Hátulról szabálytalankodott, és még egy sárgát sem fog kapni. Sejtettem meg már. Szabadrúgás. Di Maria visszamozgásból ballal nagyon nehéz kivitelezni. Ki majdnem sikerült. Előzzük meg, ez az. Neymar már nagyon kéri, de miért a külső részén indítod el? Igen, erre a Bonucci figyelt sajnos a visszapasszra, de akkor már nem lehetett változtatni ezen, amikor észrevettem. Hűha, Quadrado elszakadt. És a beadása, viszont lemarad róla belül mindenki, Ronaldo is. Douglas Costa szeretné, a beadást blokkoljuk. Ronaldót meg kéne előzni. Ez is jó, hogyha Thiago Silva elfejeli. Viszont Matuidi ne lőjön már, így újra szöglet. Dybala szöglete. Rábió, ez az. Dybala leviszi a szélre. Megint megelőzték, most éppen Dani Alvest. Ezek a passzok rettenetesek itt a szélen. Na, Rábió végre elvette. Neymart indíthatná, csak Cancelo rettenetesen lefutotta. Beáti szerelem Mbappé, Cavani. Mbappé-nek, aki lő! Többször is megpattant, ha jól láttam, Sesnyi végül kivédi. És nagyon elegánsan kihozzák. Emre Can. És Bernat. És nem férek oda. Fölrúgja Marquinhos-t is. Kifele a szabadrúgás, végre. És nem kap semmit. Jó van ez így? Nem. De hát ez van. És csak így elveszi. Mondjuk vissza is adja, de... Na mindegy. Mbappé. Na végre. Valami lapot azért már lassan kerüljön elő valami lap is, mert ez már nem az első, nem a második. Les lesz mi? Nem. Be. Pedig ott Neymar még el. Suhanhatott volna. Szép megelőzés. Mbappé mehet. Középen nincs senki. Most jön Neymar. Neymar! Lőtt. De miért oda? Miért adod oda? Természetesen Ronaldo lesz a címzett. Cavani. És Dani Alves. Na most vannak középen, többen is. Viszont nem volt pontos a beadás. Na de Cavani, hát nem hiszem el. Azért te nem vagy egy gyenge gyerek. Bernát érjük el. Ne
Hú, megijedtem, hogy kirúgja. Ne, már még elcsípte a vonal előtt. Ó, Istenem. És... pánikba esett Sesnyi, takarít. Szeretnék egy vállalkozó kedvűt kérni ide a bedobáshoz, hogy elvégezzem, aki esetleg át is tudná venni a labdát. Nem lenne olyan rossz. Ebbe is beléptünk, de eléri. Érdekesek ezek a passzok most. Cancelo. Thiago Silva végre. Kifejelte. Cavani teszi át Neymarnak. És Mbappé mehet. Mbappé, ne érjenek utol. Alexandro is gyors, de miért ér utol? Bent Cavani átveszi és befejezi. Gyönyörűen a 87. perc végén, egy gyönyörű kidolgozott kontra végén Cavani berogja a vezető gólt egyelőre. Nem szabad kitámadni. Rabiot szerel, Buffon. A lehető legrosszabb helyre dobta, szerencsére nem egyből támadtak. Mbappé, Cavani, nem jó a passz, nem baj. Most nem baj. Az ő passza is rossz. Ott nagyon megy Angel Di Maria. Di Maria lő, Sesnyiben elakad, beragad alá, és egy hazaadással egyenértékű dolog történik, mégis ő jön szabadrúgással, nem baj. 3 perc hosszabbítás, ebből 2 eltelt. Ronaldóban bízik, én ezt értem. Egy fecske nem csinál nyarat, és megvan az első győzelmünk az első ligában. 3-2-re sikerült megvernünk a Juventus csapatát. És most megtörténik az, amit már 2 meccse szerettem volna. Mezt cserélünk. A Jordan mezbe fogjuk lejátszani a következő Paris Saint-Germain meccset. Igen. A szép fekete Jordan mez. Gyönyörű. És újra ellenfelet keresünk. És már találtunk is. Thiago Silva. Ő nem nagyon jut lövéshez, inkább fejléshez juthatna szögletnél. Nem bánnám. Ő helyezve is tud lőni. Csak veszélytelen. Következő ellenfelünk pedig az Atletico Madrid. És már szünetet szeretne kérni. Igen. Már szünetet szeretne kérni. Ki szeretne lépni? Eleget teszek most neki kivételesen. Nem szoktam, de most legyen. Újra nekivágunk, de újra ezt kell állítanunk, mert elveszt ilyenkor a beállítás valamiért. Újra ellenfelet keresünk, el kéne jutnunk egyelőre a másik győzelemig, mert egyelőre a körülbelüli előrejelzett eredményünk a kiesés. Ezt el kéne kerülni. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek a PSG-re idén, hogy teljesít. Ez az 2.0, igen. Úgyhogy ez már a második meccsünk lesz, Kerry, ebben a Jordan mezben. És a Barcelona az ellenfél. Uh-huh.
Jöhetne Buffon. Én kifele szabadrúgást ítélnék, de hát az én vagyok. Neymar elszökött, volt csapata ellen játszik, biztos bizonyítana való életbe. Mbappé. Ott a passz, és Cavani lő, és Ter Stegen fogalmam nincs, hogy ért oda a hosszú sarokra. Ne pattanjon már el, hát ennél... Verratti, most jókor lépett közbe. Ezt itt nem lehet lefejelni, ezt megszoktuk. Rakitic tenné vissza, de nem lehet. Di Maria tovább. Cavani. Verratti bele tudott nyúlni, ez az. Nagyon higgadtan szedi le a levegőből. Umtiti. Verrattiban most sok labda elakad. Sajnos Vidalban is. Igen. Thiago Silva. Ütközzük le rendesen, így van. Természetesen visszapattan, mert hát ez nem is érteném, ha nem pattanna vissza. Neymar szépen játsza ki. Igen, Cavani-nak nem a passzolás az erőssége, enyhén szólva. Mbappé. Cavani. Neymar megpróbált elszakadni az embertől, féri meddig sikerült, Cavani kapja vissza, lő, pont Ter Stegen kezébe. Lehet át kellett volna venni. Dembélé felé, de nem indult el senki. Hatalmas védés Buffon. Igen. Neymar gyors, de nem elég gyors azért ehhez, hogy ezt elérje. Szép szerelés. És most Ferretti. És jön Bernat. És jön Cavani. És Ter Stegen ebbe is belenyúl. Hát mi van ezzel az emberrel? Cavani nem tudta elfejelni. Az nem értem, hogy hogy. Azt se értem, hogy hogy. Ezt meg végképp nem értem, hogy hogy. Természetes. Én megfognám! Védelem. Semmi izgalom. Fölösleges itt izgulni. Ó, persze! Jó, igen. Cselt várok. Jött is. Les. Jó. Gyönyörű. Szép védekezés. A szíjed. Elindult a fiatalember. Kilian. Ó, Istenem, hogy a... Nem sikerült végigjátszani a kitalált koreográfiát. Megint Dembélé. Les, ez az. Így rendben van, így rendben van. Nagyon gyorsak. Ha egyszer úgy elfut, hogy nincs les, akkor gond lesz. Egymást borítják fel. Dani Alves a beadással. Neymar ezt leszedi. És végül kirúgás lesz. Hát ez hihetetlen. Mindegyik passzsávban ott vagyok, és nem akad el. Ez az első. De neki egyből elakad. Azért ne előzzön meg, az durva lenne. Most van baj. A Vidállal, hál' Istennek, nem úgy lőtt, ahogy tud. Vissza fogja kapni. Az már les volt, szerintem. Nem, nem volt les, szöglet lesz.
Egyértelműen lesznek éreztem. Rábió, ez az, így csak dobás, azzal jöhetnek, onnan jöhetnek. Jordi Alba nem tudta bent tartani. Buffontól jött a kirúgás. Egy megelőzésnek azért örülnék. És Rakitic betalál, és nem volt les. Ugyanis itt bármelyiket meg lehetett volna előzni, bármelyik passznál. Ezek nagyon érdekes dolgok. És pont olyankor meg elmegy az ember messzebbre, amikor meg semmi nem indokolja. De miért így? És miért oda? Amit ez itt művel, az gyönyörű. Na Buffon, fog meg, legyen vége ennek a fél időnek. És most egy kicsit szedjük össze a dolgokat. Így is a helyzet megvan. Testiget óriásiakat védett, már most is az egész első fél időben. Legalább 3 gólt akadályozott meg, ami normál esetben gól lenne egy FIFA-ban. De ez már amúgy, tekintsünk a jövőbe, másik fél idő következik hamarosan. Ahogy az ellenfelünk is úgy akarja. Ezután, a meccs után pedig egy harmadik csapatot fogunk kipróbálni, amelynek a kiletét addig nem mondom meg, pedig már kitaláltam. Lesz, sajnos lesz. Láttam, hogy Neymar már elindul, de mire tudtam adni, addigra már lesre futott, sajnos. Hát igen, sajnos egyértelmű. Mondjuk nem a Piqué hátsó lábához viszonyítottunk, de mindegy. Ettől független lesz volt. Kettő, három, négy, na most Mbappé, nem, na és ez a Neymar fejében miért nem akadt el, szabálytalan lesz. Oké, köszi, Keri. Sergi Roberto végezheti a szabadrúgást a Barcelona javára. Még mélyen a katalánok tér felé. Suárezzel próbál pozíciót fogni. Többen is mennek vele.
Bernát nagyon megy. És Neymar is nagyon megy. Szóval Piqué utol fogja érni. Viszont a bepassz jön, és Mbappé kipók hálózza a felső sarkot. Egyenlít a pár is, és hozza a labdát Mbappé. Ismét. Csak számolni tudok. Csodálom, hogy ez nem gól. Mbappé. Hát hova adod? Te fiú. Ott kéne menni Neymar. Jól veszi át. Neymar lőhet, és gól. Fordít a kis csapat. A kis költségvetésű csapat fordítani tud. Súlyos taktikai változtatások kellnek a Barcelonánál, úgy tűnik. Verratti, nagyon szép. Elindult a csúszás. Hát az Mbappénak jobb lett volna, szerintem. Megpróbált áthúzni, de nem sikerült. És ki volt a szabálytalan? Én voltam a szabálytalan, mert elvettem a labdát. Valószínűleg. Nincs jobb magyarázat erre. Test igencsak előre vágja. Járatják. Jordi Alba, Rabiot. Ez az. Végre. És a másik oldalon Bernat. És aki meglátja, Neymar. Rakitic eltűnt. Umtiti eltűnt. Jön a bepassz, ami pontatlan. Nem lehet, Dani Alves ott van a szeren. A rutinos öreg, vén brazil. Nem tudom, hova ment ez a passz visszafele. Neymar jön, és bevágja. 3-1. Kezd kicsúszni a Barcelona markából ez a mérkőzés. Neymar, volt játékosuk, kétszer is betalált ellenük. Cavani lekapcsolja ezt a labdát. Mbappé indul. Jordi Alba próbál vele kekeckedni, de nem igazán jön be. Mbappé áthámozza magát, lő! Ter Stegen. Földön kívül, amit ez a kapus produkál. Annak ellenére, hogy kapott 3 gólt. Jön Neymar szöglete. Neymar is tud ilyet. Rakitic-en áthámozza magát. Jó a passz Verratti-nak, aki laposan középre. És Piqué nem tudom milyen testrészével hárította a lapos beadást. Busquets eredeti pozíciójában természetesen. Messi lő, ez biztos gól. Tehát ahogy előtte én már láttam, hogy ez gól lesz, Messi betalál. Ezen nem is vagyok ideges, mert Messivel mindig, szinte minden lövés gól. És így visszajön a meccsbe. A Barcelona. Ez sajnos labda volt, egyértelműen. Oké, ez. Legalább arra az emberre váltsunk már, aki ez a labda jön. Cavani elléphetne, de gyönyörűen megvárta Piquet. Aztán Umtiti nem tudom mit csinált vele. Sajnos ez nem ment át. Az volt szép, amit a Cavani csinált. Szép a szerelés. Ez meg egy undorító falt volt. Úgy egyébként. És Neymar.
Angel Di Maria mit hagyott ki? Át is vehette volna, Vidát lehozzák. Siető is a Barcelonának innentől kezdve. Szépen váltanak oldalt. Rábió viszont a helyén. És Neymar mehet. Kiteszi Di Mariának. Megvárja, míg elcsúszik Piqué. Neymar kapja, és nincs kegyelem. Neymar eldönti a mérkőzést. 89. perc végén. Bőven belefért az átvétel, és a pontos helyezés a hosszú felsőbe. Szép passzok, a lövést viszont Buffon biztos kézzel hárítja. 3 perc hosszabbítás fog történni, és kirúgással folytatódik a játék. Dani Alves kapja meg, és rettenetes passz küld előre, ismét. Jön a beadás, nagyon okosan. Dani Alves most jól látta meg a csapattársat, de lefújták a meccset. Megvan a második győzelmünk. Szintén nem így indult, de sikerült. És most kipróbálunk egy új csapatot. Ez az új csapat pedig az FC Bayern München. Ki is próbálhatjuk akár ezt a felállásukat is. Bizonyos embercserék kíséretében. Renato Sanchez nem szeretném látni. Próbáljuk ki. Egy régi, egy igazi régi Ribery Robben szélső játékkal elől Lewandowski. Mögötte Müller esetleg támogatni fellép, és a szervező James Rodriguez a Real Madridtól kölcsön kapott játékos. Reményeim szerint visszahívnak majd a Reálba. Bízunk benne. És ellenfelet keresünk. Ha nem lesz jó ez a felállás, legfeljebb módosítunk meccs közben. Azonban, még mielőtt egy hibát elkövetnénk, Sülét lehozzuk. Ugyanis van helyette inkább egy Boateng, akit sokkal szívesebben látok én a védelem tengelyében. Arról nem is beszélve, hogy 2 értékkel jobb is a ratingje. És így most már kereshetünk ellenfelet. Ugye Niko Kovács, ha jól értesült vagyok, akkor jelenleg a Bayern München edzője, aki nem biztos, hogy teljesen erősen tudja tartani a gyeplőt, ami a játékosokat illeti, illetve a csapatot. Ott is azért a Bundesliga egyik legnagyobb favoritja már évek óta, de hát a Bajnokok Ligája győzelem utoljára 2013-ban jött el a Dortmund ellen nekik. Azóta eltelt ugye 5 év, és a Juventus lesz az ellenfél. Elég gyakori ellenfél lett a Juventus is, főleg amióta egy bizonyos Cristiano Ronaldo oda tette át székhelyét. De ez nem meglepetés. Jó ide rettenetesen lagos lesz ez a meccs. Neuer hárítja ezt a próbálkozást. Ribery, robbant be szó szerint köztudatba. Egyértelmű, hogy Ronaldóra próbálnak játszani. Az les nálam, így van. Így van.
Robben, mit szólnál, ha elindulnál ott a szélen? Ó, hogy lekapta a levegőből, Arjen! Arjen! Még mindig Arjen! Passzol, ez szokatlan! Müller, gól! Annyira szokatlan volt, hogy Robben passzolt, hogy Müller hirtelen be is vágta, mint szél a budi ajtót. 1-0. Illetve 0-1, bocsánat. Thomas Müller, aki most a középpályás sorban kapott lehetőséget, mint egy támogatva Lewandowskit. Lövésre szánja el magát, de Neuer a helyén. Kis szöglet Douglas Costa. Nem eres cselezni. Ronaldo már készült ott egy olyan dologra, amit a valóságban pont a Juve ellen tett meg. Itt azonban nem jött be. Matuidi. Keverget. Kapja vissza. Szép a passz, az is szép. Ez sajnos nagyon szép volt. Természetesen Ronaldóra jött ki az összjáték. Igaz, ami igaz, ez szép összjáték volt, ezt meg kell hagyni. A befejezésnél meg már nem volt nehéz dolga Ronaldónak. Ronaldót nagyon szereti, ez látszik, mindent vele próbál megcsinálni. Viszont egy bizonyos Thomas Müller helyzetben. Thomas Müller megpróbálja átemelni, és sajnos túl sok volt. Nem már, hát úha. Hát itt megint minden volt. Kis szöglet. Ez Ribéryé kell, hogy legyen, és már el is indul. És már indítja is Lewandowskit, aki lesen van. Így aztán ellövi. Szép szerelés. Indulhatunk is. Kieléni azonban megállítja a törekvéseinket. De mi is megállítjuk. Robben, indulj el, fiam. Öreg ember, nem vén ember, és még kopasz is. Miénk kéne, hogy legyen, de nem az lesz természetesen, mert hát az nem poén. Boateng. Mi ez a rettenetes hosszú labda átvétel? Dybala azzal, hogy cselezett, azzal rontotta el a helyzetet. Szép indítás. Ribéry mehetne, csak nem ott. És így ez így hossz. Nem, bent tartja. És még úgy tartja benne, hogy még jó is. Douglas Costa teljesen keresztbe elvitte a 16-os előtt, és Cuadrado egyedül maradt, de hosszú az átvétele. Így aztán kirúgás lesz. Lewandowski fejét keressük. Megtaláltuk, csak nem ott volt. Ribéry. James Rodriguez! Hát ennél egy keményebb lövésre számítottam. Legalább egy szöglet jó lenne, de nem lesz, mert meg fogja itt sesni. És Bonucci dobja. Azonnal. Előre. Ez az. És Arjen Robben. Megint lesen Lewandowski. Nagyon jól csinálja ezt a les taktikát, Ronaldo viszont kap egy sárga lapot. Volt egy ilyen utána csúszása, lehet azért. Oj, de nagy labda Lewandowski! Lewandowski helyzet belő! De miért? Miért emelted meg? Éppen, hogy megnyomtam az erőt a lövésen.
Semmi ilyesmi nem történt. Ribery gyönyörűen küldje az ember, Ribery lő. Robben lő. Ne. Mi történik ott? Nem tudom, legalább egy szöglet legyen. Így van. Robben szöglete. Lewandowski csúsztat gól. Lewandowski. Robert. Betalál fejjel gyönyörűen. Gyönyörű csúsztatás a hosszúba. Vezet a Bayern München. FC Hollywood. Ez egy jó passz. Neuer véd a védőkkel együtt. Ott nem jön át. De Ronaldo lövését is sikerül blokkolni, és még a beadását is. Mi volt? Micsoda tűzi játék volt itt újra. Jó, Ronaldónak nem volt helye fejelni. És még mi is jövünk. Ez így a tökéletes. Szépen hozzuk ki. Bár Pjanic szépen veszi el, de csak hátrafele tudja játszani. Lövés, Neuer. Egészen egészséges kis lövést eresztette. Jó a játékos. Jön a beadás és a fejes gól. Nem volt egy túl erős fejes. Ki volt az a szerencsétlen Matuidi? Szintén nem annyira a feljátékáról is, mert Matuidi fejjel betalál. Még a félidő vége előtt, pont a 45. percben. Ribery. Az nem éreztem teljesen szabályosnak, igen, egy szabad rúgást mindenképpen megér. Én ezt Ribery-nek átadnám. Nem is tudom. Egy Hamesnek. Bizony, előrébb jött a sorfal. Fúj. És így odaálltak. Hamesz lő ballal, elakad. Lewandowski jobbal megpattan, gól! Szerencse velünk volt ezúttal, de a 48. perc elején visszaállítja előnyét a Bayern. Megpattant Alexandro lábán, és ezután vált védhetetlenné ez a lövés. Ez gyönyörű szerelés, Müller. És a kontrára sajnos már nem marad idő, maximum a másik fél időbe folytathatjuk. Teljesen kiegyensúlyozott a mérkőzés. Lewandowski kapja. Majd Ribery. Nem tudta visszatenni, viszont ott történt egy előnyszabály, amit szerintem visszafújhattunk volna. James elveszi, de hiába, mert nem. Elvesszük még egyszer, ez már rendben van. Robben, ne állva várd a labdát. Ez nagy labda, Ronaldo lő, és mi az, hogy nem gól? Neuer ismét megkeresi Lewandowski feje búbját. És ismét nem értünk vele semmit, nem baj. Nem volt semmi, így van. Majdnem elértük. Megint. Most el is értük, csak nem maradt nálunk. Ronaldót játszanák meg. Mindannyiszor támadásba lendülnek, és Ribery elindulhat. Ő se az a nagyon-nagyon fiatal ember, de nagyon nagy labdát kap. Frank! Frank Ribery adja be Thomas Müllernek, és előle, ha jól láttam, Alexandro pont időben még oda tudta tenni a csülkét, vagy a körmehegyét, amivel szögletre tudott menteni. Jajjajjaj, ez hiba. Ez hiba. De kellett. Jújjúj, oké. Okay. Neuer inkább takarítsd el. És ez egy nagyon nagy labda. James.
Sajnos ő is már nagyon sokat vesztett a gyorsaságából, és szerintem szabálytanak. Ú, Robben! Ő viszont ahogy öregszik, úgy gyorsul. Aj, nem oda akartam vele passzolni. Biztos Robbennek is fura, hogy ennyit passzolok vele. Lewandowski még nem tud ezt bent tartani. Ú, el is hittem azt a dobócselt. És Alexandro rejtélye sokoknál kezdve ki tudta hozni. Boateng! Lewandowskihoz nem fog elérni. Ribery elveszi. Ribery, ha bejön az a csel. Már fölé is rúgtam volna. Nagyon szép szerelés. Lewandowski, ez most egy jó labda. Nagyon jönnek a védők. Mindenki ott volt, aki számít. Nem is sikerül befejezni az akciót. Az egy hatalmas indítás. Hát még ez. Hogy került oda, nem tudom. Hummels azonban a helyén. Ames indít. Riberit, Alaba küldi vissza Riberinek. Sarokkal tovább. Lewandowski, nagyon nagy labda Müller. Lewandowski, gyönyörű játék, el kell lőni, sajnos gól. Nem sajnos, de gyönyörű gól. 2-4 immáron. Gyönyörű gól. 2-4. Immáron az előny 2 gólos. Folyamatosan ezzel próbálkozik, ami les is volt, és még Neuer is leszette a levegőből. Hummels az egy elég biztos pontnak tűnik itt a Bayern védelmben. Lewandowski, Müller, Ribery a labda útja. Lewandowski kapja ütemben nagyszerűen. Lewandowski lőne, de Chiellini elé áll, és így a lövés elé is. Jön befelé a szöglet, Szczęsny. Boateng eléri, Müller felé, de nem túl pontosan. Ronaldóval szeretnének kényszerítőzni. Douglas Costától egyszer már elvettem, de ez nem jelent semmit, de most sikerült tartósan is elvenni. Ez egy nem olyan rossz labda, Lewandowski. James középen nem éri el. Viszont ezt Lewandowski elérhette volna, de így is mi jövünk bedobással. Robben veszi birtokba. Nagyon nagy labda. James Rodriguez! Nem tudta kihasználni a helyzetet. És most már Tuidiék indíthatják az előlévőket, ha nem állna elé Thiago Alcantara. Ez viszont nagy labda. Douglas Costa mehet. Kimmich próbál vele menni. Jön a csel, Kimmich azonban ellenállhatatlan ezúttal a védelem jobb oldalán. Cuadrado passzra szánja el magát, Ronaldo, Cuadrado, vissza Ronaldónak, ez zárható, Neuer. Hummels indít, nagyon jó, Thomas Müller. Őt azért ne toljátok el, jó? Thomas Müller azért egy tank típus. Jó, Chiellini eltolhatja, maximum. Nem tudom, ki az, aki még nála is tankabb. Cuadrado viszont nagyon mehet. Hummels vele szemben, Hummels. Gyönyörű szerelés. Ribery is hátraért. James már higgadta, hozhatja. És Alaba elindulhat. De Bonucci. A helyzet magaslatán ezúttal. Bizony. Nem látta meg Dybala, hogy sokkal jobb pozícióban is voltak emberek. Szerencsére. És egy Thomas Müller szeretne megiramodni. Csak a nála 60 centivel kisebb Pjanic elfejeri a labdát. Na jó, 60 centi nincs, de 59 igen. Ronaldo nem tudom, hogy hozza át a labdát ezúttal. Csel az nem maradhat el, viszont a bepassza szép. És Douglas Costa szépít. 3-4, és elképesztő taktikai változtatások fognak most történni a Juventusnál. A hajrára mindent bevett a mester valószínűleg. Cserékkel együtt, így van.
Douglas Costa. Jó, de szerencsé, hogy a Ronaldóhoz nem pattan most vissza. Teljesen muszáj kitámadniuk. Nincs más lehetőségük. Eddig gyönyörű játék. Thomas Müller, elvisznek minden embert előle, de egyet nem, és azt tud szerelni. Bernardeschi jött be. Ő egy plusz sebességet hozhat még így a végjátékba. Ronaldót fogja leindítani, biztos vagyok benne. Jaj. Szép, Boateng. És vége! A Bayern München diadalmaskodott. Összességében szerintem megérdemeltem. Egész jó csapat lett a Bayern München ebbe a FIFA-ba is, meg úgy egyébként se egy rossz csapat. Nos, a mai meccsorozatot itt fogjuk abba hagyni. Köszönöm mindenkinek, aki velem tartott, mindenkinek, aki nézte. Aki nézi az El Clasicót, annak jó szórakozást, jó szurkolást. Legközelebb találkozunk egy másik streamben. Sziasztok!